10 éves a Nóihegyi Szent István Borlovagrend. A Magyarországi Borrendek Országos Szövetsége városunkban köszöntötte a jeles eseményt. A mai napra azt hiszem, hogy Magyarországon a rengeteg nagyon jó borászat világszínvonalú minőségű borokat tud produkálni. Ezt kellene tudni eladni a világban. Bognár Zoltán nagymester, a Magyar és a Nóihegyi Borrend kiemelt elismerésének tartja az idei találkozót, alapvetése pedig a szülős gazdák együtt gondolkodása. Nyilvánvaló, hogy borlovagrendünk alapvetése és az alapszabályban megfogalmazott célja a nemzeti kincsünknek, a magyar bornak a népszerűsítése, a bormarketing tevékenység kifejtése is. Szeretném minél közelebb hozni a fogyasztókhoz a jó magyar bort. Hazánk borkultúrája, borpiaca kitüntető figyelmet érdemel, hangsúlyozta Radecki Jenő, ugyanakkor a lehetőségekhez a minőségfejlesztésen keresztül vezet a borút, tette hozzá. A magyar borra azért kell odafigyelni, mert rendkívüli módon fel fog értékelni a következő időszakban a természetes, jó minőségű élelmiszeripar és ahhoz tartozó borászati termékeknek is az értéke és a piaca. A szakmai grémium a Városháztéren ünnepélyes keretek között borlovaggá avatta Spány Antal megyéspüspököt és Vörös Zsuzsát, városunk első olimpiai bajnokát.